Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, sziasztok! Folytatjuk a tegnap megkezdett Mafia 2-es Definitive Edition végjátszásunkat hard módon. Tegnap kezdtük el, és addig jutottunk, hogy most következik a hetedik chapter. A sztori szerint most szabadultunk a börtönből, és ahogy láthatjátok is, már nyoma sincs a hónak, a hóesésnek, a jéges utaknak. Már is megyünk tovább. És nincsen lockpickünk se, úgyhogy eltulajdonítunk egy autót. Ami nagyon hasznos volt, ugyanis pont ide kell jönnünk, ahol vagyunk. De baj, ez már fel van törve ez a kocsi, ezt nem kell még egyszer feltörni. Úgyhogy már itt is vagyunk. Hiszen fel kell menni Joe-hoz. Ő még mindig a harmadik emeleten lakik, ha minden igaz. Udvarlás zajlik. De mi a helyzet Joe-nál? Vito! Hey, you break out of jail? Ah, jeez, good to see you in regular clothes and on the right side of the bars again. Welcome home. Come on in, come in, come in. Joe mindig szívesen fogad. Man, I tell you, lots changed since I went away. Yeah, I guess it has. And hey, it ain't much, but I hooked you up with a nice little apartment, just like you Thanks. Said. Now I got a surprise for you. We're going out tonight to celebrate, and I'm gonna introduce you to somebody. Yeah, sounds good to me. You're gonna need a little cash so you can get things going again. I got a piece for you, too, if you want it. Ah, here. Always comes in handy. So, what do you want to do now that you're a free man? Hey, what do you think? I want to go back to working with you again. All right. I was worried they might have turned you straight in there. I actually met a lot of people and learned a lot while I was on the inside. I had a much better idea about things working. Good thing, because I wasn't exactly sitting around on my ass while you was in there. Don't worry, though. I'll show you the ropes, like always. All right. Well, what are we waiting for? Let's go. Jesus, I didn't expect you to be raring to go like this, but what the hell? Come on, let's go see your new place. Na nézzük meg az új lakásunkat. We'll take my car and go meet your new landlord. You do the driving so you can get back into the swing of things. Just hope you didn't forget how to drive. Kaptam 200 dollárt azért, mert a Joe-hoz is szerettem. It's like riding a bicycle. Sure, but when you smack up your bicycle, it don't cost a fortune to fix the friggin' thing. Right, all right, I get it. Like an old lady. Joe kocsijával mehetünk. So. And if you ain't noticed, cars are a lot different since you went away. You'll see. Your new place is just down the street, right near the boardwalk. You're gonna love it. Damn it, it's good to have you home. I done pretty good while you was locked up, but now that you're merre out, megyünk, the sky's the limit. You seen Henry lately? Nah, not for a few years. Mennyivel szebb így az egész really terület. Felt bad about what happened, you know. So what you been up to? We couldn't really talk about much when you visited me. Well, after the shit Clemente and that little asshole Luca tried to pull on us, I got hooked up with the Falcone family and I started working for them. Really? Yeah, you'll see tonight. I told you, I got a nice surprise planned for you. But don't bother asking, because I ain't gonna tell you. Oh, boy. Don't worry. I've been planning this for weeks. That's what I'm afraid of.
Szépen most még betartjuk a törvényt. Most szabadultunk nemrég. Nem kéne újra összetűzésbe kerülni a Yarddal. Mondjuk elsőbséget továbbra se fogom megadni. Az biztos. Itt is vagyunk elvileg. Ó, saját lakás. Saját garázs. És a legfőső emeleti lakás lesz az enyém. Okay, szevasz. Here we are. I'm sure you'll find it to your liking. I live in a similar apartment myself. Egyszerű. As you can see, it even comes with a telephone at no extra charge. And here's the bathroom, clean and modern, hello? With all the hot water you could ever want. Fürdő, káddal, ágy. And here is the master bedroom, and there is the master's bed. It's comfy, with room enough for two, maybe three. Az igen. And it doesn't squeak. Always a plus in my book. Nem nyíkorog. I sure hope you like your new apartment, sir. Ponyhás. If you have any questions, feel free to ask. Just one question. When are you leaving? Now, if you'll pardon me, I have to go and check on another client. Goodbye now. Yeah, see ya. Okay, szevasz. Egy kérésem van, mikor lépsz le? Szevasz. No, hát kéne öltöznünk. High school outfit. Red jacket. With shirt, leather jacket. Nincs ez szútom. Ezt vásárolnom kéne. Nincs semmi ilyesmi. Szerintem elmegyünk egy ruhaboltba, ha itt van ilyen, és veszünk valami öltönnyakkendő párost. Ez nem tudom ki ez a kocsi, de most így nekem jó lesz. Ó, most már picklock működik. Egyszer, kétszer, háromszor. Na, keressünk a mapon. Clothing store. Jó, majd oda is fogok menni, ahova mutatja. De egyelőre kéne ruhát venni. Elvileg valami családba bemutat minket Joe, valami mafia családba. Jó, oda ki kéne öltözni azért. Úgyhogy... itt ez is jó. Pontosan ide jövünk. Akkor erre nincs is szükség. Tipton Apparel. Jó napot kívánok. Ez így csókolom. Good morning. Shirt with trousers, leather jacket, casual suit, with raincoat. Ez jó lesz. Anything else I can do for you? Ó, nagyszerű, ez tökéletes lesz. Megyünk Joe-hoz. Enjoy your Let's go to Joe's. Azért legyen. Akkor egyből magától is odavitt a ruhabolthoz, király. Nem kellett külön elmenni kerülő utakon. Itt nincs rendőr, úgyhogy egy kicsit odaléphetünk a lovaknak. Hopp, itt is vagyunk. Ja, hát ez a Joe saját. De miért jössz nekem, te szerencsétlen? Simán, miért jöttél az út közepére be? Simán elfértünk volna egymás mellett. Na mindegy. Végül is megjöttünk. Na.
Joe? Megyünk fel hozzá ismét. Az igen, itt mindig van valaki. Na jó, becsöngettünk. Jeez, I thought you was gonna be a no-show. Not bad, nice material. Thanks. So, what's the plan for tonight? You'll find out. A friend of mine's coming to pick us up. I met him when you was on your little vacation. And show him some respect. He's kind of an important guy. Oh, yeah? You'll see in a minute. Here he comes. Hey, Joe. Hey, Eddie. Here I How's am. It going? Not too bad, not too bad. What, is your buddy? Yeah, this is my pal Vito. Vito, this here is a good friend of mine, Eddie Scarpa. Nice to meet you, Eddie. Same here, Vito. Okay, fellas, I'm dying for a drink. Let's go. Hey, Vito, you want to drive? Yeah, I had a couple of drinks already. So, you tell him where we're headed, Joey? Nope. All he knows is that it's a surprise. he's gonna love it. I fucking hope so. Unless he got into the, funny business in the can. Hey, what are you two talking about? Don't worry about it. You'll see. Hey, come on. We might as well tell him now. All right. Let's go, Vito. Hey, you know, it would help if you told me where we're going. Head to Oyster Bay. Erre megyünk. Nagyszerű. Milyen meglepetéssel készültetek nekem? Okay, so Vito, what was the one thing you missed the most when you was in the camp? Freedom. Yeah, well, besides that? Nah, you know, booze, broads, baseball, everything. Now you're getting closer. What are you guys, taking me to a baseball game? No, we're taking you to the classiest cat house in the city, Vito. Cat house, huh? Wow. Well, you don't sound too excited, Vito. Come on, don't tell me you don't want to have some fun after all that time. Hey, don't worry, Vito. These girls are real professionals. If you forgot how to do it, they'll get you back in shape in no time. We're gonna have a ball. Oh, hey, remind me not to drink too much. There's something I gotta take care of later. What's more important than pussy and booze? You know how it is. Sometimes you gotta do what you gotta do. Hey, Vito, come on, step on it, eh? Jó, van már. Itt türelmetlenkedtek, mindjárt ott vagyunk. Nézd meg, itt nekem jön a kollega. Hol parkoljak? Teljesen szabályosan itt fogok parkolni. Hey, you just went through a red light. Na. Ó, ilyen helyre osztatok. So I talked to Leo Galanti about you, Vito. He said you were a real stand-up guy and told me all about the shit that Clemente tried to pull on you guys. But between you and me, why'd you get into that line of work? I mean, we all got our reasons. Because the üzlete. Well, yeah, yeah. Because, you know, I don't want to end up like my old man. And, oh, no. Yeah. Look, I figure nobody's going to help me, so I got to help myself. You do. Oh, okay. Yeah. Okay. Scram, baby. So, Vito, listen. I work for Carlo Falcone, and we're looking to expand our operation. Joe's been working for us for a while now, and since you're a friend of his, we'd like to extend that offer to you as well. What do you say? Yeah, sure, I'm interested. All right, let's drink to it. Here's to you guys. Right. And to a bright future together. Touching down. I can't be drinking too much tonight. I got some business to take. Igen, ezt már mondtad, Eddie. Az igen. Szóval ide járnak a maffia családok. Carlo's a real smart guy. He's into, you know, astrology. You mean astronomy.
Fuck you, you fucking cum dumpster. Sorry, ladies. Looks like I gotta get going. Shut your goddamn pie hole. If you wanna use your mouth. You fellas ready to go? Yeah. Hát mégis elég épecsüccsentett a csávó. Joe-t összetévesztette a csajja. Ha megy a dance, megy a dance. I'm going home. Az igen. Good night, you whores! Hát ez a csávó se értette, mi van. Hey, where the hell is my car? Itt a kocsi. Somebody stole it! Hey, call the fucking cops, man. Ez nagyon hülye. You lush. Szerintem üljetek be. Hey, where's Mikey? Nem kell kulcs, már benn vagyok. He's the least fucked up at all us. Én még józan vagyok. Next time for us, Joe. More pussy, less poos. Azaz. Majd legközelebb. Na, srácok, még ma. Király. Óvatosan megyek, mert baj lesz itt útközben. So, how'd you like the place, Vito? A lot better than playing I just zeech in the showers, huh? Az biztos. What the hell's that stink? Eddie, you puke? Eddie nem bírta. I wouldn't puke in my own car. What the hell is that smell then? Oh, yeah, I'm smelling it too. Must be Frankie Potts. What? That asshole puked in your car? Nah, he's in a trunk. Uh-huh. What? What? Hey, it's all your fault, Joey. I told you I had some fucking business to take care of, and you went and got me drunk. Hey, since when does business to take care of mean dead guy in the trunk? Oh, yeah. Hey, whoa. Hey, calm down, Vito. Hey, aspetta. We'll figure something out. Halott csávó van a csomagtartóban. All we gotta do is bury the stiff. I already got a spot picked out. Up by the old observatory. Az igen. You got a shovel? Sure, it's in the trunk. And the hole is already dug. All we need to do is chuck him in and cover him up. All right. Where's this hole? Az igen. A little ways outside of town. There's a path in the forest to a small clearing. That's where the hole is. Hát meg is van ásva a gödör. God, I need some fresh air. The stench back here is fucking killing me. Na, bűzlik a hulla. Nem csodálom, hogy nem bírjátok. Még így részegen se. Ja, eltemetjük. Csomagtartó lakónkat. Jajjaj. Now I'm gonna hurl. Elbírta Edi. Biztos rosszul vezettek. Nem bírta a gyomra. Az igen. Ah, Christ, Eddie, that fucking reeks. Oh, hey, it's his car. Saját kocsia. Yeah, but that smell, plus the other smell. The only way it can get worse now is if he craps himself. Az igen. Az úri emberek. Na most már lassan odaérünk. Jó, eltemetjük ezt a szegény embert. Ne gyere elém! Ne gyere elém! Továbbra se. Nem érdemes. Na itt belehúzunk egy kicsit. Én itt még átférek, így van. Lesz valahogy kis tisztás, azt mondta Joey. Közelben.
mennyire a közelben, azt már csak ő tudja. Itt ez már egy parkoló. Aha, aha, valószínű itt lesz. Ez kinyílik, vagy... vagy törjen be. Erre is megkaptuk a választ. Nagyon nem beszélnek azóta a fiúk hátul. Na, megjöttünk. Lássuk, mi lesz. Vito, go pop the trunk. Is that a joke? That's great. That's just great. Yeah. Gondok vannak. God damn it, new shoes. Jesus Christ. Az új cipője is kapott. Fucking Christ almighty. How long this guy been in here, Eddie? Just a couple days. You're gonna have to get him out of there, Vito. That's just great. I can't handle the smell. Some fucking welcome home this is. Többiek nem bírják a szagot, úgyhogy... Hey, ezt is nekünk kell intézni. Hey, hey, here's a hole. Right here. De miért van bent Eddie? Dump him in. Nem vagy túl jó bőrbe. Finally done. Okay. Now who's gonna bury him? What? I give me a minute to get a hold of myself. Can you just do it? Every time I get a whiff of the guy makes me have to puke. And Eddie's not gonna be any help here. Fine, whatever. Aye aye. Hey fellas, how about a little music, eh? Jó ötlet az. You gotta be kidding me. Good night, sweetheart. Well, it's time to go. This wasn't supposed to be part of your homecoming party, but it's nice out here, ain't it? I ain't been in the woods for a while. Yeah, you won't be liking it so damn much after I smack you with this shovel. Az igen. Ezért öltöztünk ki. Visszamegyünk Eddie kocsijába. Gondolom haza kell őket vinni. A részeket vissza Joe-hoz. Hát igen, ezt ők énekelni fogják. Az igen. De szépen énekelnek ezek részegen. Az igen. Vito, te is ismered. Érjünk vissza Joe-hoz, mert nagyon durva ez a macska zene, amit itt a hátsó ülésen produkáltok.
aludjatok egy jót inkább. Mindenkinek jobb lesz úgy. Na, meghoztalak titeket. Sorry, Vito. Fúha. Not exactly the best way to end the night, huh? But thanks. I owe you one big time. Leave Eddie's car here so he can get home in the morning. You're a good man, Vito. I'll settle up with you tomorrow. Hey, you coming in for some drinks? It's 3 a.m. Shut the hell up! Hey, shut up, you whore! Come on! You had enough, Eddie. Girls. You're going to bed. Come on. I'll call you tomorrow, Vito. Good night. Ooh, hát látszik a homlok a kalapon. Hát, igen. Oké, okay, ez volt a chapter 7. Chapter 8 következik. Kifügy a részig. Hey, Vito, rise and shine! Jesus! Marty, stop fucking yelling, will you? My head's killing me. Sorry, Joey. Ja, hát másnapos a Joey, igen. What the hell's wrong with you? Vito, come on down! Jesus Christ! Azaz. Találkozunk Joe-val kint. Ott fel kéne vegyünk valamit. Elég lesz most a bőrkabát talán. Á, valami sráccal, a Martival várnak lent. Na mi a helyzet? Who the hell was that? Guy's got a voice like Woody fucking Woodpecker. That was Marty. Remember the little kid used to live down the street from me? I had to pick up the truck here, so he gave me a lift. What's going on with the truck? It's gonna make us some nice cash. Hop in. I'll explain on the way. You drive. Én vezetek. Riverside. All right, Riverside it is. Don't damage the goods. Nice, huh? Yeah, you could say that. Why? You ain't still mad, are you? Nah, burying a stiff. That's the first thing I wanted to do when I got out. Hey, Yuki. Come on. You had fun at the cat house, right? Yeah, no. I did. Mit tudálnak itt össze-vissza? But, everything between then and now, not so much. All right, all right. Well, listen, today's gonna be a lot better, I promise. I sure as hell hope so. Ez itt a parkol, nagyszerű. Hova visszük ezt a rengeteg dobozt? Nem, taxi! És nekem jön a taxi. Persze, utolsó pillanatban kell indexelni. Just gotta go to a couple of places and unload these smokes. Then we bring the truck back to Eddie and get our cut of the tape. Piece of cake. Wait. Was too high. I seem to remember getting thrown in the clink for a piece of cake just like this. Don't worry, I've done this before. First stop, Riverside. If you say so. Trust me, you're gonna thank me later. Meglátjuk. Mindenik az dohányt fogunk eladni a platóról. Meglátjuk, hogy fog ez működni a gyakorlatban. Na itt nagyobb valamit, itt már 70 mérfölddel lehet menni. Új! Ja. Mondjuk ebből a terautóból nem biztos, hogy ki tudom hozni. Már a limit is visszaesett, ja. Még tábla is mutatja. Megjöttünk. Végül is így is beállhatok oda, gondolom. Valaki már vár minket. Now we take care of our customers. These guys here buy in bulk from us. Come with me. Okay, climb up and hand me the goods. Mhm. Hi, one carton of Reds.
Hand me a cotton or reg, Vito. Kell egy piros. Karton piros. Lesz-e? Hand it over. Osszad. Csávó fizet. Nagyszerű. Két dolcsi. I'm all out of smokes. Give me a cotton of blues. Kapsz kéket. One cotton of blues, Vito. Bingo. Lehet is. Kacsing. Nagyszerű, nagyon jó, mi az üzlet. A few hours later. No, rendőr bácsi. Csak nem akarsz venni te is. Hey Sarge, how you doing? Cotton of blues as usual? Kéket, mint mindig? Csak a szokásos? I think I'll take the whites this time. Fehér kell. Hear that, Vito? Let's go. Kapsz egy fehéret. Bingo. Lesz-e? Mit oldalazik itt a rendőr? Thanks, Joe. Now get the hell out of here, will you? Okay, time to go. Get in, Vito. Next stop is Millville. Megyünk a következő helyre. We're making some serious dough here. Zárunk. Megyünk Millville-be. Engedjetek ki. Az is soha elfogytok. Jó, így már ki tudok jönni, király. Egyszerű. So the kid Mark, he works for Eddie too? In his dreams. Kid's not even 18 yet. He does jobs for me, drives me around, makes deliveries, that sort of stuff. Thinks he's a gangster though. Spends too much damn time at the movies. Well, if the kid's got you for a role model, he's in for a lot of trouble. Oh yeah, wise guy? He reminds me a lot of you when you was his age. Exactly. And I spent 2 years dodging bullets in Europe and 6 years in a can since I met you. That's what I mean by trouble. What's the matter? Somebody shit in your coffee this morning? It's like you forgot about all the good times. Yeah, remind me of those someday, would you? Szóval kisrász ilyen lóti futi Joe-nak. Úgy látom ez a 60, ez a max ennek a járműnek, de nem is baj. Nem szabad megtörni ezeket a cuccokat. Na itt mi a terv? Én lejövök erre, az biztos. Ez két sáv? Hopp! Nem olyan egyszerű ezzel manőverezni. Oj, azt a rohadt életbe! Egy jó hajt, azt a rohadt ez. Csak bekanyarodik nagy nehezen. See, what did I tell you? It's going like butter today. Alright, this almost makes up for last night. Almost. Come on, what's better than this? You got fresh air, good company, and you're making a shitload of dough. Not too bad for a guy who just got out of the slammer. Alright, alright. Listen, if the next few hours are anything like the last few hours, all's forgiven. There's the Vito I know. All right, we'll be there in a second. Na, mindjárt itt vagyunk a következő helyen. Na lássuk, elvileg akkor itt is csak eladjuk a cigit. Már jön is a kuncsaft. Hey, a cotton of blues if you please. Ok.
Kéket? Give me a cotton of blues. Persze. Bingo. Nyomjad. Piros kell neki. Adunk neki pirosot. Yeah, that's the one. Persze. Szívjad, öcsém. Here it is, sir. You're welcome. Come again. Úgy is van. Ennyi. Nem jönnek több. Ó, oh, de... Janus. What you selling, Mac? You buying or just window shopping? Maybe. We're selling smokes. $2 a carton, $100 a crate. I'll make you a deal. You fork over 10 cartons and maybe we'll let you and your buddy get out of here in one piece. Hey, look, pal. How about you get back in your cute little car with your little friends there and I'll pretend I never seen you. Sound good? You don't get it, do you, you fat motherfucker? This is our turf, and it's gonna cost you to operate here. Now pay up. You're the one who doesn't get it. You have any idea who you're talking to? One last chance. You walk away now and... Yeah, I'll tell you who I'm talking to. A fat two-bit fucking Dago door-to-door salesman hocking stolen cigarettes on my turf. And it's time to close up shop, asshole. Okay, boys? I think it's time for a fire sale. In a Molotov. Oh, fuck. What do you say now, Porky? What do I gotta say? That's what I gotta say. I'll see you. Come on, hop in that car and let's go. All right, let's get one of these fucks and teach him a lesson. Azt mondja, catch the greasers. Autós üldözés? Limitet azt most nem. Limitet nem fogjuk most használni. Éha. Elkapjuk ezeket bármikor. Igen, tudom, hogy meg akartok büntetni, de most nem fogok megállni, ha nem gond. Gond akkor se. Biztos, ezek gyorsak. Nem tudom, hogy neki kéne menjek, vagy... Azt a rohadt... életbe. Elvesztettük. Kell egy telefonfülkét találjak és fölhívni Edit. Ruszki Gun Shop. Nem mutatja sehol a telefont? Elvalóul út közben keresünk egyet. Hát elég csúnyán lerázott minket, de hát... Nagyon más lehetőségünk nem volt. Hol van egy telefonfülke? Mobil ugye nem nagyon volt ebbe az időszakba. Aha! Meg is van. Egy fülke. Ja, intézek itt. Ele már! Én akartam! És komoly! Csókolom, nekem kéne telefonálni. Remélem nem most akarsz ilyen, mit tudom én, milyen hívást lebonyolítani. Mestrem, most várjam meg, míg telefonál. Hey buddy, time's up. Bocs, elég volt. Nekem, én fontos hívást várok. Sőt, én akarok hívni, csak nem bírok bemenni a telefon fülkébe. Na végre. Letelt az idő. Eddie. Fejlődjük Edit. Majd ő megmondja, mit kell csinálni ilyenkor. Eddie, it's me, Vito. Listen, we got a problem. We were moving the smokes and then these greasers came out of nowhere and set the fucking truck on fire. What? You fucking kidding me? You couldn't handle a bunch of grease balls? What the fuck happened? Look, Eddie,
Listen, it's not our fault, okay? They set the fucking truck on fire before we knew what was happening, and everything burned up. All right, we popped one of the guys, but... What do I fucking care? Just bring me my money. I paid $2,000 for that truck, and I want it back. Look, we got three times I got Derek's guy Steve here with me. And we were just talking about what to do with those punks. We're gonna take care of them now. Steve will meet you at the Crazy Horse. Ooh. You know it? Okay, Crazy Horse. Yeah, I know where it is. Steve's gonna have a few guys with him. Show him that nobody fucks with us. No shooting, though, so it looks like just another gang fight. I don't want to read about a bloodbath in the papers tomorrow. All right, sure, Eddie. Don't worry. We'll take care of it. Okay. Steve-vel fogunk találkozni. Steve in front of the Crazy Horse. Good news is he's gonna help us out. Bad news is Eddie wants his money back. All $2,000 of it. Hiszen 2000 dolcsit akar. Joe? Mi az elképzelés? Fú, de el fognak téged csapni. Ezt meg kell akadályozzam. És tényleg elcsapják. Viszont Joe ezt nagyon jól bírja. Nem semmi. Sure he was. Just like I'm pissed right now. Even if these assholes ain't got a dime, I'm gonna kick $2,000 worth of shit out of him. I'm with you. But what's Steve doing working for Eddie? He works for Derek, and Derek's with Vinci's crew. How the hell should I know? But hey, you're still gonna take jobs from Derek, right? Even though you're working for Eddie? We all gotta do what we gotta do to get by. Hát igen. Steve is össze-vissza dolgozik. Mikor kinek. De jó, hogy pont az út közepén tudsz menni. Nehogy el lehessen téged kerülni valamelyik irányból. Az ott fönt van. Jó. Lehet a gyorsítás. Jaj! Nem tudtam, hogy ott merre akar menni. Nem kellett az a motorháztető amúgy se. Egy kicsit megtörtük a kocsit. Na hát Isten, nem is a miénk. Nem kell, így is van. Jobban szellőzik a motor. Nem tetszik Joe-nak, hogy ráléptünk egy kicsit a gázra. Jó, itt vagyunk már, Joe. Ne szard össze magad, itt vagyunk. Na. Hey. Hey guys. Marty? Steve? What are you doing here? Hey Joe, I'm going with you on this one. Steve needed help. He said I could come along. Steve, isn't this, Kid's gotta learn sometime. Okay, why are we here, Steve, huh? The guys we're looking for are all headed to the foundry. This is where they usually meet, so we'll start here. Then head over to the foundry to finish the job. And, why'd you volunteer to help us? Those bastards trashed my cousin's car. They robbed him and knocked out three of his teeth. Yeah, those fucking assholes. They make problems all over the city. We're just here today. Shut up, kid. I'm talking here. So, like the Bible says... An eye for an eye, tooth for a tooth. And well, we'll just start with this joint. So what's the plan? First, we're gonna trash this place. And how are we gonna do that? With this. Go ahead, boys. Hey, come on, guys. Now you can either help us or stay out of our way. Let's go teach these fuckers a lesson. What the fuck was that? Szétlőjük a bárt. Szerintem nagyjából megvan, nem? Leave him a little present. Vito, Marty, I got some Molotov cocktails in the trunk. Go get them and throw them in. My pleasure, Molotov Steve. Cocktail. Holy moly.
Marty. That'll teach him. Yeah. Az igen. All right. Now we go to the foundry. Get in, boys. We'll meet you two at the main gate. Okay. See you there. Ott találkozunk. Beszállnék. Na, ez a mi autónk, motorháztető nélküli. De Steve. Nem versenyzünk, de azért igyekezzünk. Oj, oj, nagy a holtjáték! Azt, ahogy Steve elment előre, azt figyel. Ő azt, már nem is látszik. A, ő aztán rálépett a gázra rendesen. És úgy, hogy még kanyarodni is kell. Ja, de hát itt is vagyunk. Öt, csak ide jöttél. Ja, jó. Ja, helyzet, srácok. Kuli van. Kop, kop. Hey, how'd you get in here? Boom. Ez volt a kop, kop. Yellow Brick Road. Boom. De szép. Next. Nice one. Next. You fuckers are dead. Joe, watch out! Thanks, kid. Shit, they got guns! Let them have it! Hát sajnos itt pisztolyozni kell. Egy fedezék nem lenne rossz. Kapja, ott is van valaki. Gugolj le! Gugolj le! Ah, már nincs ott. Ott van Joe. De aztán jó kis helyet találta a Joe. Ott le van egy még. Fedezik. Ott fut hátra. Töltjük. From cover to cover. Kapta hat. Steve, shotival, ilyen messziről. Az igen. Te kapod? Van egy ötletem. Nem jó, el fog fogynia. Hát, Tomiból. Volt ennyi. Egy kicsit közelítsünk. Ó, hogy dögölj meg. Eltaláltál. Ah, ezek oda szépen beépítették magukat. Ó! Lából lövöm. Ott is van. Van még valaki? Ó, 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 ó! Fedezéket, fedezéket! Van. Kapta. Egyéb. Életerő már nem megy vissza maxra. Kaja. Hamburger. Életerő. Végül is itt a harc közben simán belefér egy hamburger, nem? Itt a mögött a szondot.
Ez Joe helye. Még nem látok senkit. Megyünk előrébb egy picit. Ott már van. Ez Molly. Jó, nem találtam. Steve is kapja. Remélem ez nem robban, inkább odébb jövök, mert fölrobban akkor az probléma. Úgyhogy gyorsan visszament. Jó. Nagyon rálásoltak a Steve-ék. Nem biztos, hogy az jó ötlet. Azért ő kapott. De van nekik MP40. Nem, ez Grease Gun. Steve-ék már ennyire előre haladott állapotban vannak? Ja. Jézusom. Ez a Grease Gun, ez annyira nem. Ura. A Grease Gun. Fedezéket. Aha. Kapja. Ezek haltak mind. Már nincs sok a Grease Gunból. Joe. Az kapott egy picit. Óvatosan, srácok. Grease Gun már nem volt egyik nése. Shotgun volt nála. Kapja. Többet érek a pisztolya. Honnan lőttök? Aha! Föntről is. Kapja. Kaptam én is. Gyere ki! Úgy is van. Megkapta. Ennyi volt, Joe? Nincs több? Itt volt. Csoti, nem kell. Magnum. Vagyjuk ezt, még kipróbálhatjuk, hogy mit tud a Magnum. Mi történt a kabátunkkal? Meggyűrődött. Te ott? Vannak érdekességek. Okay. Listen, this got way out of hand. Eddie's not gonna be too happy. Eddie'll be fine. What are we gonna do? Just let him kill us? These fucking dirtbags won't be bothering nobody no more. What now, Steve? Now I'm gonna go home and see if that castor oil's working. I've been blocked up for weeks. I'll see you later. Joy, Joe and I still got a lot of work to do. We'll catch you later. Később találkozunk, Steve. Shit, where are we gonna get the 2 G's for Eddie? You got any idea how much a car like this goes for? Damn, Vito, you're a genius. Eladjuk, aha. These babies ain't cheap, right? I bet Derek would give us at least $1,000 for that one. Aha, ezt meg elvisszük. Sounds like a plan. I'll see you at the bar. Szépen feltöröm. Jó. Most hova kell menjünk? Igazából... A Dereknek kell eladni. Aha, jó. Oké. Akkor ezt... van egy olyan sejtésem, hogy ezt nem kéne összetörni. Botrod. Úristen, micsoda állat egy autó. Nézd meg. Zseniális egy autó. Úúú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 
Tehát a városi közlekedésbe vissza kell egy kicsit rántsuk az étvágyát. Így milyen izé nagyon-nagyon ilyen sétatempónak tűnik a 40 azután, amit az előbb gyorsulgattunk. De sajnos muszáj. Főleg mert rendőr is van a közelben. Nem mintha nem tudnánk ezzel lerázni, de... De ezt nem akarom összetörni, mert most 2000 dollár kell. Vissza tudjuk fizetni Eddie-nek a pénzt. Amiért hát igazából felgyújtották az ő autóját. Úgy csak egyenesen kell menni, addig mehet a gyorsulás. Hű, Jézusom, mekkorát ugratott. Jó. Oké. Rendőrbácsi. Porterek, ezért remélhetőleg jó pénzt fog adni. Ezért a két kocsiért. Bízunk benne. Egy csapásra megoldódna ez a probléma. Jó. Nem. Hú, majdnem nekem jött. Megijedtem. Öp. Még így is nekem jönnének, szinte már megállok, de még így is nekem jönnének. Ő is jobbra megy, én is. Csak én a akciódúsabb változatot választom. Na jó, visszajövök ide. Ez a tök mindegy, mert itt be kell jönni, tehát na mindegy. Nem baj, nem baj. Itt vagyunk. Cityport. Hova kell itt beállni? Erre? Ha? Give the car on the crane. 1950 dollár. Na, ez király. Eladtuk, most már biztos van annyi pénzünk. És most visszamegyünk, és Eddie-nek odaadjuk 2000 dollárját. Ehhez viszont, ő mennyire van messze? Oké, kocsival megyünk. Ezzel fogunk menni. Éppen feltörjük. Jó. Olyan szép ez az árfeltörés. Úgy is van. Nem ütjük el a munkásokat. Nem akarok körbe menni, úgyhogy itt kislisszanunk. Így, így. Nagyon jó. Very nice, very nice. Mindjárt visszaérünk Eddie-hez. Nem kell itt hisztiznie a pénzért. $2000 azért akkor se volt semmi. Nem vagy most. Tehát most talán ugye régen még többet ért a $2000. De most is egy nagyon jó pénznek számít. Na, Eddie. Where are you? Bent vagy? Valószínű bent van. Kávézik. Hol hátul van a bejárat?
Aha. Ez az. So? Is the money? Itt van-e? Well, that's a fucking relief. Stupid fucking junkies. Now they know their place. Good work, boys. Here's your cut. Thanks, Eddie. So, you need anything else from us today, or is that it? I got something I gotta take care of. No, 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 that's all for today. I'll call you if I need anything. Mára ennyi volt elrendelve. $2000 mínusz. Go home! Mennék. Jó. Joe már eltűnt. Nem ez a kijárat. Hol a kijárat? Buonasera, signore. Buonasera. Nem ez a kijárat. Á, ez a kijárat. Megvan. Jó. Kocsink. Itt van még. Kiváló. Megyünk haza. Csücs be. És go home. Át lehet jönni, ugye? Á, igen, nagyszerű. Szépen megyünk haza. Eddie megnyugodhat, megkapta $2000-ját. Mi is lenyugodhatunk, bármi nem voltunk idegesek. Ez fied a belső íven. És ismét. És akkor így szépen hazaérünk. Idővel. Milyen messze lakunk már? Ja, igen, mert ez az új hely. El ne csapjak itt valakit még a nagy hazautazás közben. Számba jöttünk. Piros a lámpa, de hát ez minket soha nem zavart. Hogy meg ilyen gyalogosok közelében nem voltam. Jobb félni, mint megijedni mondjuk. És megérkezünk mindjárt, ha ez itt nem fog zavarni. Megpróbálunk megállni. Éppen párhuzamosan. Már egy kicsit fönt vagyunk a járdán, de hol érdekel ez minket? Ja, és legfelül vagyunk, úgyhogy jön a lépcsőzés. Lépcső. Lépcső. És lépcső. Van-e hűtőm? Ez nagyon fontos. Van. Mi van benne? Master Beer. Már nyomunk is egyet. Mindig van a hűtőbe sör. Mi van még? Swift Cola. Sandwich. Ham and Cheese. Az mindig jó. Nagyszerű. És... use the bed. Szerintem alszunk egyet. Chapter 9. Ez már hogy 1951. Már bőven vége a háborúnak. Telefon. Ki ez a bátor? Hello? Yeah, Vito, we got a situation here. Grab a gun and meet me at the bar. And make sure you're driving a decent set of wheels. All right. I'll be right there. Az igen. Here goes my Sunday. Igen. Hát Vitónak a vasárnap egy picit más. Felöltözünk szépen. Listen, we know you're in there. Olyan házkutatás. This is the police. Open up. Olyasmi. Nem minket keresnek. Megvan-e még a kocsi? Megvan. Akkor ez lesz.
Van ennél jobb kocsi is, de arra most tökéletes lesz. Amire nekünk kell, reméljük. Megyünk is Eddiehez. Csókolom, majdnem elvittem az ajtaját. Eddie nagyon idegesnek tűnt a telefonban. Fegyvert is hozzak meg. Autót is hozzak. Ja, meglátjuk, hogy mire ez a nagy idegeskedés. Ez jó az a limiter, hogy ahogy meglátok egy rendőrt, be tudom nyomni. Jön itt elférek-e? Igen. Hú, ne gyere elém, mi jó? Hoddogáros. Több játékban is előfordult ez a hotdogárusos történet. Még a jó GTA 4-ben ugye így lehetett az életerőnket feltölteni. A kajátunk. Akár ugye hamburgert, mint ugye itt előbb is, vagy ugye hotdogárustól vásárolt hotdoggal. Na nézzük, mit akar Eddie. Morning, Eddie. Morning. Hey Vito, I'd like to introduce you to somebody. Nekinek mutatsz be? Ooh, the boss fight. This is Carlo Falcone. Carlo Ancelotti. Good to meet you, Mr. Falcone. Vito. So Vito, how do you feel about Alberto Clemente and Luca Gorino? Well, honestly, Mr. Falcone, the way I see it, those assholes tried to steal $5,000 from me and then left me to rot in jail. That's good, because the two of them are planning to make a move on us. So it looks like we're going to have to do something before they do something. Megelőző csapás kell. Eddie will tell you the rest. I'm sure you won't let me down. Goodbye, Mr. Falcone. Nice to meet you, Vito. Oh, micsoda konterhelt főnök. So what the hell's going on? A car with three of our guys in it disappeared last night. And word around town is that Luca might have had something to do with it. Who's missing? Harvey Beans and the two guys who were supposed to be protecting him, Tony Balls and Frankie the Mick. Yeah. Beans is Carlo's accountant. If he talks, we're all fucked. What do you need me to do? I need you to wait for him in front of Freddy's and follow him to find out if he's involved. And then? If you find out that he had anything to do with this, you whack the bastard. And if any of our guys is still alive, try and rescue him. Hopefully you can find him before they spill the beans about our operation. Where do you think he'll go? I got no idea. So go prepared. Make sure you've got a fast car and some firepower. Mm-hmm. All right, no problem. Okay, stop by here when you're done. And Vito, don't tell nobody about this. Got it. Hát jó. Wait for Luca outside Freddy's. Arrivederci. Ez már saját. Hát úgy saját, hogy hamarabb loptok. Sávváltásra készülök, nincs indexem. Fölösleges kiegészítő. Szóval most követni kell egyelőre. És ha kiderül, hogy bármi köze van ahhoz, amit sejtenek, akkor el kell intézni. Meglátjuk, hogy alakul a történet. Ugye itt ebben a játékban alapvetően úgy látom, hogy csak életerőről tudunk beszélni, pajzsról nem igazán. Nem is nagyon volt ekkor divat valószínűleg még. Golyóálló mellé és a többi, ez nem. This is Luca's és itt car. Vagyunk. De jó kis kocsia van. Are you, Luca? Uh-huh. There you are. Ah, ott jön Luca. Okay, here we go.
Hát, nem a legjobb autónk van. Nem láthat meg minket Luca. De gondolom azért nem kéne elveszíteni őt szem elől. Nem tudom, lehet mennyire maradhatok le. Úgyhogy inkább mappon tudjuk követni legalább. Luca, Luca, Luca. Kiderül, jó gyerek voltál-e. Ha nem, akkor szomorú vége lesz. Riverside felé veszi az irányt a fiatalember. És hegyke bajszú fiatalember. Ehhez kellett egy gyors kocsi, valószínűleg. Na! Elveszítjük. Ezt mondtam az előbb, hogy Riverside-ba fog menni. Túlságosan rátapadni se szabad. Azt nem mondta, hogy megállsz a pirosnál. Azért, majdnem csalódtam, majdnem. Szeretsz kanyarogni, mi? De se az egyszerűbb utat választod. Bruski's junkyard, maybe. Mike doesn't get involved in shit like this. Csak nem a izébe személytelepre jön. Nem. Elmenne mellette. Mike Bruski nincs ebbe az ügyletbe. Egy kicsit közelebb kéne kerülni. Mondjuk így, aha. Aha, aha. Clemente and Co. Clemente's slaughterhouse, of course. Looks like Eddie was right. Okay. Eddie-nek igaza volt. Gotta get in there without being seen. Oh, basszus. Sneakelni kell. Aha. Vágóhíd, vagy ilyes húsfeldolgozó üzem, ha jól tudom. Ugat a kutya. The sewer. Maybe that's the way in. A csatorna. Looks like I can pry this off. Hát... Úgy is van. Csúnya lesz. Christ, that reeks. Csúnya lesz a ruha. Kár volt így kiöltözni, de... Ez a küldetés, ez nem egyszerű. Itt is ugye bujkálni kell, és ha itt elrontom a bujkálás részét, akkor konkrétan vége van a küldetésnek. Itt van egy kutya, amelyik érzi, hogy itt vagyunk. Az igen, jó, megkaptuk. Szépek lettünk. Erre mehetnénk. Take the magazine. Ó, igen. Néha van egy-két ilyen akkori Playboy kép elrejtve a játékban. Itt viszont fel tudunk jönni. Aha, pont a kutya itt ugat. Jól összekoszoltuk a szép öltönyünket. Take cover. Jesus, would you shut up? What, somebody there? Na igen, ha meglátnak, akkor engem megölnek. Nem hisznek a kutyának. Ahogy ezeket kapta, ezeket kéne kiszabadítani, mi? És ők nem láthatnak meg engem. Ott vezetik őket be valahova. Okay.
Time to move. És ott bennem. Gondolom erre hátra. Csőre. Eddig bent vagyunk. Do not shoot. Megfojtani meg tudom? Ő alszik. Tából őt hagyhatom elvileg. Innen lesz nagyon érdekes, ugye ott. Ott leg hátul van. Kérdés, hogy mitől látnak meg ezek. Just having one fucking smoke. Relax. Yeah, heard that one before. Itt be tudok menni. Na jó, ott megy hátrafele. Hey, what was that screaming? Beszélj valakivel. Lehet, hogy őt meg kellett volna folytsam. Vagy ott ki kellett volna menjek. Jön visszafele. Bemegy. Bement. So, you still thinking about quitting? Yeah, probably next month. Itt végig kéne. Aha, itt végig tudunk sunyulni. Talán. Hát igen, itt a malacokat ölik. Ha így látnak, nem jó. Így nem látok. Vége a mai melójuknak. Nekem az jó. Megjöttem ide. Most már a pisztoly van a kezembe. Vannak lógatva. After we're done with you, we're gonna grind you up in one of these machines here. It's just a question of whether I'm gonna be nice enough to fucking kill you first. Ilyen arccal volt neki. Hey, what's that fucking stench? Oh. Hey, somebody's over there. Hey, who the fuck are you supposed to be? Jesus Christ, what is Captain Shitbag here to save the day? Shut the fuck up, Luca. Hey, I know you. You're the chump who was hanging around with that moron, Barbaro. I thought you were still rotting in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone, he isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So, you joined up with Falcone, huh? Well, I'll tell you what.
If you knew what was really going on, you'd realize that you was better off in jail. But that don't matter now anyway. Mekkora pofont kaptam. Elkaptak. Úgy is van. Bunyó lesz. Itt tanultam a börtönbe. Bunyózni. Kontra. Az olasz csődőr. A kontra. Ez távolról is megy. Csak a kombó. Ott a kontra. A light kombó. És. Úgy is van. Flawless. Ha mégis ő üt engem. Még most soroztam meg ő. Ó, de ügyes. Így is van. Kiukasztottuk. Boys, take care of him. Big mistake, kid. You fucking the wrong guys, assholes. Francba meglőtt kétszer is. Te velem vagy, jó. Thanks, Vito. We owe you one. Eddie send you? Yeah, he noticed he was a couple of guys shy at roll call. Shit. Poor Frankie. I'm gonna kill that son of a bitch. Jó, őket akkor leszedtük a lógóról. Stay here and don't come out until we come get you. Okay, okay. Just don't. Most már nem lógnak együtt legalább. Meg kell keresni Lukát. Hop, 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 hop. Jesus, fedezék! De potétó volt ez a célzás most. Ott van. Viszont ott még volt valaki. Ó, basszus, ez ennek valami elég durva sorozója van. Mit volt? Én azt megnézem, mit volt, mivel lőtti engem így. A Thompson. Nem baj, magnumot kipróbáljuk most, ha már útkó felvettük. Yeah, they are. And guess who's next? Ó, basszus, igen. Here they come. Ó, töltsd meg! Töltsük meg! Csak úgy kapják, érted? Csak úgy kapják! Itt senki? De hova futsz? Knock-knock! Jönnek még? Hát a randomban már nincs olyan sok. Mi volt nálatok? Shotgun. I ain't gonna be able to open it like this. I know. We'll use that cart. Oh, mással fogjuk kinyitni. Son of a fucking. What the? Prick. Thinks he's so fucking smart. Think you're so fucking smart, huh? Go ahead, try. Son of a bitch. What's he doing over there? De fő vagy háborodva. Yeah!
here, you fuck. Leave me alone! Leave me alone, now you I'll fucking show man. You what it Let's feels go. Like Wait, to no, know. No, God, wait. Fucking son of a bitch. Szabad kézzel intézi. I'm gonna have a little fun with Luca before I grind him up. Wanna join me? Thanks for the invitation, but I think I'll pass. It's the same blood, huh? No, just hate the sight of Luca. I hear you, but you're missing out. I think I'm gonna try out that cattle prod he was yapping about. Yeah. Eddie wanted me to take care of him personally. Don't worry about that. It'll just take a little longer this way. This fuck don't deserve a quick death. I can't argue with that. Okay, I'm gonna go. I stink like an outhouse. I gotta get cleaned up. And tell Lady he don't gotta worry about Luca. Yo, Beans, open the door. It's all over. You? You're still alive? Yeah. Persze. What'd you expect? Look, before we go home, you wanna give me a hand with Sleeping Beauty here? You know, that's not such a bad idea. De érdekesen állt rajta az a szemüveg. Egyébként megnézzük, meglátogatjuk Edit, de akkor már viszünk egy jobb kis kocsit. Ezt nem kell feltörni, mert... Mit törjek rajta? Na tessék. Ezt azért kinyitod? Jó. Legalább nem törj össze az egészet. Oj, de csinik kis autó. De gyönyörű motor hangja van. Zene a füleimnek. Vagy felbőgnek a lovacskák. Öp. Na most. Jövünk a hídra. Kicsit megjáratjuk a kicsikét. Hadd menjen! Csatornából jött mafiózó. Levét lassítanunk kell sajnos. Hú, mi volt ez a püst? Fékezés vajon? De ekkorát nem fékeztem. Aha. Jó. Na, és akkor visszajönjünk szépen Eddiehez, és el tudjuk neki mondani, hogy mi történt. Megtaláltuk Lukát. Van egy emberünk, aki intézkedik a jó léte felől. Mostantól nem kell aggódni a miatt a settől a továbbiakban. És én még itt van is egy jó kis kocsi. Aha, közeledünk. Itt is vagyunk. Szép. Így büdösen bemegyünk, persze. Miért ne? And he's going, oh God, oh God, oh God, oh Jesus Christ, was that you? Vito? Oh, Jesus! Why didn't you take a fucking bath before you came back? You told me to come right back when I was done. You think I'm enjoying this? Okay, okay, okay. What happened with Luca? It's done. All right. How about our guys? You find them? Yeah. Luca had him in the slaughterhouse. Frankie's dead. But Balls and Beans are fine. Luca was, interrogating him when I got there. Any witnesses? Well, except for a dozen or so of Luca's bodyguards, we ran into nobody. Back up, okay? It was rough, Eddie. Yeah, it sounds like it got pretty hairy. But hey, you pulled it off and you got out of there in one piece, right? So go get cleaned up before you ruin everybody's appetite. And burn those fucking clothes you're wearing. My God. Égessem el a ruhákat, tudod mennyire vettem? You smell like shit. Change your clothes.
fene egyem meg. Na mi ez a két bejelölt dolog? Vagy itt, vagy itt. Á, itt van egy közel. Nem tudom, hogy az ruhabor lesz-e. Úgy valószínű. Veszünk egy másik ruhát. Legrosszabb esetben. Hogy futkározott ott a... Ja. Tehát nem lefürdünk, hanem másik ruhát veszünk. Itt nem lehet bemenni. Oké. Okay. Hol lehet? Nem. Nem. Ahogy azt mondta, hogy a másik oldalon, basszus. Itt sem. Hol a bejárata ennek az... csak nem itt lesz. Itt ilyen eldugott helyen van a bejárat. És igen. Na valami jobb ruhát veszünk. Kezi csókolom! Segítség kéne. Feel free to look around, sir. Shirt with trousers. Leather jacket, expensive suit and hat. Azt mondja, hogy van barnában, van kékben, ilyen zöldes kékes, türkiszerű. Van barna, expensive suit with overcoat. Az is van. Tailored suit and overcoat. Legyünk ez a kék. Tailored suit. A perfect fit. Sharp shooter. Teljesítményt elértük. Ó, micsoda legény. Az olasz csődör. És még az autónk is idejött. Hát nem gyönyörű. Hát nem gyönyörű. Nagyon szép, nagyon szép. Ha minden igaz, most haza kell majd menni. Ha jól tudom. Megyünk is. Csoda fes fiatalember lett. Nem itt lakunk, ez csak a kávézó. Nem baj. Aki lekocolja a kocsimat, azt nagyon verem. Na, visszajöttünk Eddiehez. Mission successful. Megfelelek így. Hey Vito, you made it. Hey Eddie. Oh, nice threads. Thanks. So, what's the plan, fellas? What's with the suits? Vito, Mr. Falcone is gonna bring us into the family tonight. You and me. We're gonna be made. Oh, shit. Tonight? Yeah. Really? Why didn't you tell me before? What do we gotta do? You'll find out. But first, there's somebody who'd like to have a little word with you. Oh. Leo, good to see you. What are you doing here? Hey, kiddo. I wanna talk to you about what's gonna happen today. Come here, have a seat. All right. Sure. And hey, thanks again for doing whatever you did to get me out of the can early. Now I made good on my second promise to you. Second promise? Yeah. I told you the next time we opened the books, we'd recommend you, didn't I? What's done? You had something to do with this? Did you work for Frank Finch? Yeah. I would have liked to have had you in our family. But I figured Joe there is your best friend. Úgy hallom, elkezdtek fúrni nálam is. Just like me and Frank. Since Joe was working for Carlo the whole time you were inside, I recommended they take you in too when he got me. Thanks, Emily. I don't know what to say. You don't gotta say nothing. Not to me or anybody else. That's kind of the way this whole thing works, Vito. Yeah. Now, come on. We don't want to keep him waiting. All right. I'll see you fellas upstairs. What was that all about? Nah, nothing. Just, you know, talking about old times. Like that time when old Leo dropped the soap. Fuck you. All right, all right, all right. That's enough. Let's go. Yous are like two school kids, I swear to God. Szóval igazából most lenne az, hogy befogadnak a családba. Listen to me, fellas. It's one at a time. Once you're inside, just do as you're told, okay? Joe, come on in. Hey. Good luck.
Joe ment be először. Ugye először egy ember mehet csak be mindig. Azt kell mondani, amit csinálnak, úgyhogy mi addig kint várakozunk, amíg... All right, your turn, Vito. Most szólt mond Eddie. Gentlemen, this is Vito Scaletta. Vito, know that this family of ours is a secret. You are entering the Society of the Chosen. A society which does not exist to the rest of the world. Our family means more to you from now on than your own family, or God, or your country. If I ask you to kill your own brother, you must do it. Show me which finger would pull the trigger. Jesus. Vérszerződést köttök? Ez a ravasz meghúzó új. Repeat after me, Vito. If I were to betray the secret of our way of life. If I were to betray the secret of our way of life. May my soul burn in hell, just like this saint. May my soul burn in hell, just like this saint. Amico nostra. Gentlemen, I give you our new friend, Vito Scaletta. I am very pleased to have these two talented and honest men join us. And I'm happy this has happened in the presence of our esteemed guests, especially Don Frank Vinci. And it's consul, you might wonder why I'd take this risk again after spending almost 7 years in a can. You see, where I grew up, the only guys who mattered were the guys who had the balls to take what they wanted. You will receive payment for your services from Eddie. Would you like to add anything, Frank? Whatever you do, gentlemen, stay away from the dope. No dope. That's our policy. You can make plenty of money. And after years of doing everybody else's dirty work, too many risks. I was willing to risk anything to finally be somebody. Hey, hey, everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. A mafia élet. Don't sit there mumbling and talking trash. If you want to have a ball, gotta spend some cash. No, csak nem megvettük azt a házat, amit kinéztünk. Úgy tűnik, igen, hogy sikerült azt a házat megvenni, amit kinézett a Vito Scaletta barátunk. Joe pedig intézi piszkos ügyeket velünk együtt. Na, és a chapter 10 fog így következni. És csörög a telefon. Úgyhogy egyelőre itt fogjuk abbahagyni, chapter 10-zel fogjuk folytatni. Köszönöm szépen mindenkinek, aki ma is benézett, legközelebb találkozunk. Sziasztok!